Dicsértessék Jézus Krisztus! Tisztelettel és nagyra becsüléssel adózva köszöntöm a kedves lelki gyakorlatozó testvéreket, akik velünk együtt tartanak ezen a szép úton, nagybőjt folyamán, hogy közelebb lépjünk a mindenható Istenhez, hogy lelkünket meggyúrjuk, megdolgozzuk, hogy kifényesítsük mindazt a lelkületet, amely bennünk ott van mélyen, és Istennek kedvesebbé formáljuk az életünket. Fogadjuk nyitott lelkülettel a jó Istennek ma hozzánk szóló szavát, az evangéliumot. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egyszer Jézus köré sereg lett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk: ez a nemzedék, gonosz nemzedék, csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az ember fia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végső határáról is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét, itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten, ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás. Ezek az evangélium igéi. Otto Hauptmann írja: Urunk, te három utat mutattál meg számunkra, amely hozzád vezet. Az egyik út a te műveid, a másik a te igéd, a Szentírás, a harmadik pedig a hitnek a csodája, amely a szívünket boldoggá tudja tenni, és ezáltal minket. Isten művei közül elég csak a csillagrendszerre gondolnunk. Sok-sok száz milliárd csillagrendszer, sok millió bolygó, újabb és újabb bolygókat, csillagködöket fedeznek fel az univerzumban évről évre. A fényük 300 ezer kilométeres sebességgel közelít felénk. Másodpercenként űrhajósaink talán évek milliói alatt jutnának el a legtávolabbi csillagrendszerekig. De elég, ha csak a virágokra gondolunk, a rügyező fára, a természetre, amelyben a növekedést valaki irányítja, egy felsőbb hatalom. A filozófia úgy tanítja, hogy Istent a művein keresztül fel lehet ismerni ebben a világban. Na de most mit tehetünk azzal az emberrel, aki ezt nem látja meg? Mit lehet azzal tenni, aki az Isten igéjét nem hallja meg? Akinek a füle süket az Isten szavára? Mit lehet azzal kezdeni, aki szívében a hit csodájában nem fedezi fel az Istent? Az Istennel való kibékülés, a bűnbánat, az újjászületés jele, a feltámadás jele. Ninive lakói hisznek az Istennek. Háromnapos böjtöt hirdetnek. Mindenki elkezd böjtölni, hamut szórnak a fejükre. Kicsik és nagyok zsákruhát öltenek. Ki tudja, hát, ha irgalmas lesz hozzánk az Isten, hát, ha megbocsát nekünk. Jézus nemzedékének nem tetszett ez a bűnbánat tartó lelkület, de ma sem tetszik soknak. A rossz úton ők nagyon is jól érezték magukat. Sodródok én is egy kicsit a világgal, sodródok az árral,
elvégzem a hétköznapi rutin kis dolgaimat, és utána pedig a víz azon. A lelkületem puhány, poshat, és olyan állapot, amely elkezd belül rothadni. Nem engedem, hogy a világ felé ez meglátszódjon. A világ felé a szépet akarom mutatni. Azt, hogy én jól öltözött vagyok. Azt, hogy nekem szép az autóm. Szép a lakásom. Hogy én is jól nézek ki. Hogy családommal a viszonyom rendezett. Takargatom milyen sokszor botlásaimat, tévedéseimet, hibáimat. A megtérés és az Istennel való kibékülés a tiszta szeretetnek a jele, érzékeny lelkiismeretre vall. Az ember téved, botlik, de tévedéséből fel is tud kelni. Dél királynőjére hivatkozott az Úr Jézus az evangéliumban. Ő feltámad majd az ítéletkor, a nemzedék tagjaival együtt, és elítéli majd őket. Mert eljött a föld széléről, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, és itt nagyobb van, mint Salamon. Éreznünk kell Urunk szavaiban, hogy hát azért szemrehányás van. Hogy a nemzedék ezt nem veszi észre? Hogy az ő bölcsessége az atyáé? Hogy nem veszik észre, hogy az ő tette és lelki gazdagsága messze felülmúlja Simon, Salamon gazdagságát? Miért nem látnak? Miért nem akar látni a mai kor embere? Miért közömbös a mai kor embere? Meddig akar kívülről szépen mutatni, fejre meszelt, sírként kinézni, belül pedig rothadni? Meddig akar még a mai kor embere a régi úton járni? Igen, drága jó lelki gyakorlatozó testvérek, az Úr szava jövendőlés volt, utalás majd a feltámadására. Nem látnak, nem hallanak és nem éreznek? Ők egy lépés sem tesznek az Isten felé, hanem égi jeleket követelnek. Önmagukat kellene megváltoztatniuk, s ők is gazdagok lennének, mint Salamon. Bűnbánatot kellene hirdetni és tartani, és ők is feltámadnának, mint Jónás. Legyen a mai napom számára egy kihívás az, hogy ha valaki Jónásként figyelmeztet engem bűneimre, bűnbánatot tartok, vagy megharagszom rá? Megharagszom rá, vagy elfogadom én az építő kritikát? Isten jeleit várom, vagy magát, az Istent? Megtérésem megváltoztatja-e vajon az életmódomat? Vagy ugyanúgy megy minden tovább, mint ahogy eddig volt? Harag van-e bennem azzal szemben, aki szeretne jobbá tenni, mert talán látja a hibáimat, tévedéseimet? Adja fölséges Isten, hogy ennek a kihívásnak a mai napon eleget tudjunk tenni, hogy ne haragudjunk meg arra, aki megmondja szemünkbe az igazságot, amelyet talán egy külső személy lát csak meg. Menjek a gyontatószékbe, rakjam le hibáimat, tévedéseimet. Az Isten országa itt van közel, engem megérint. Amen. Kedves lelkigyakorlatozó testvérek, akik néznek és hallgatnak bennünket, biztatom és bátorítom önöket, hogy holnap is tartsanak velünk, hiszen lelki gyakorlatunk folyamán Istenhez szeretnénk a mai napon egy lépéssel közelebb lépni, hiszen ő mondja magáról, közeledjetek hozzám, és én is közeledni fogok hozzátok. Adja mennyi atya, hogy holnap egy lépéssel közelebb lépjünk a mindenható Isten húsvétjához. Amen.